Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, Krisztus feltámadt. Ma a szeretet három fokáról fogunk beszélni, és egyáltalán mi is ez a szeretet? A szeretet az egy nagyon elcsépelt szó, amit nagyon sokszor használunk, de ugyanakkor pedig, ha őszinték vagyunk, akkor a mai világunkban nagyon kevéssé éljük meg, vagy nagyon gyenge fokon éljük meg nagyon sokszor. Az első foka, amiről beszéltünk, az az érosz. Az érosz, a hagyományos beosztás szerint, az az érzékiség, az a birtoklási vágy, ami az emberben jelen van, a szexualitás, ami az emberben ott van. Ez, ha az ember tudja a személyiségbe beépíteni, és tudja ezt jól felhasználni, akkor ez egy építő erő lehet az emberben. Ha viszont leválasztja a valódi szeretettől, akkor valóban romboló is lehet akár. Látjuk azt, hogy például, amikor Dávid és Batseba kapcsolata jelen volt ez az érosz, akkor ez valóban milyen romboló volt, hiszen nekik alapvetően a házasságuk alapján kellett volna élniük, és Dávid ennek ellenére az érzékiségét azt valamiképpen előtérbe helyezte. Kell, hogy alárendelve legyen az embernek az érzékisége, ez a szexualitás, az értelemnek, az emberségünknek, a valódi szeretetünknek. Mondhatjuk azt, hogy Isten ezt felhasználja ugyanakkor. Mondhatjuk azt, hogy csaliként is akár felhasználja Isten az éroszt. Például akkor, amikor a házasságban jelen van, hiszen hány házasság kötetne akkor, hogyha nem volna vonzódás a két fél között, vagy hány gyermek jön a világra akkor, hogyha nem volna egy gyerek aranyos, és nem akarnák azt a szüleik. Tehát igenis lehet helye az életben, sőt, nem csak, hogy lehet helye, hanem a Jóisten nagyon szépen tudja integrálni, és egy magasabb szintre helyezni az éroszt is. A következő szintje a szeretetnek az a filia. Ez a filia, ez valamiképpen azt jelenti, hogy az ember önmagáért szereti a másikat. Nem valami haszon érdekében, nem saját magáért, hanem a másik emberért. Igenli az ő létét, igenli az ő kibontakozását, igenli az ő jövőjét. És akkor, amikor ezt teszi, akkor egyszerre ezt megéli a bajtársiasságban, a jó értelembe vett hazaszeretetben, megéli a barátságokban, a rokoni kötelékekben. Tehát itt ebben a filiában megélhetjük a szeretetnek az emberi dimenzióit. És nagyon sokszor ebben a szeretetnek, ebben a fokában a nem hívők meghazudtolnak minket a szeretet fokában, és az ember elcsodálkozik néha, hogy igen, emberek hogy tudnak, akár még Isten nélkül is szeretni, hogyan tudják odaadni a szívüket a másik embernek. Szélsőséges fokában akár ez lehet egy kiállás az igazság mellett, az igaz ember mellett. Például a Rákosi korszakban, amikor az egyik segítette a másik embert, vagy akár mondjuk a holokauszt idején, hogyan mentették meg az emberek egyik a másikat, a zsidókat például. Látjuk az embernek azt a helytállását és kiállását, amelyben jelen van ez a másnak az igenlése, még annak az árán is, hogy esetleg ebből nekem károm származhat. De az igazság megköveteli, az igazságosság megköveteli azt, hogy én azzal a másik emberen segítsek és szeressem őt. És aztán a legmagasabb szintje a szeretetnek az Isten szeretet. Vagy pedig az a szeretet, amelyen a másik embert úgy szeretem, hogy tisztelem benne, hogy ő nyitott az Isten felé. Hogy az embernek a lényéhez tartozik az, hogy az Istenre nyitott. Hogy akkor találja meg az ember önmagát, hogyha az Istenben találja meg a célját. Az agapét azt látjuk például a házasságtörő asszonynál. Az Úr Jézus hogyan fordult a házasságtörő asszony felé? Ha azt mondanánk, hogy maradjunk az igazságosságnál, akkor az ő jussa az lett volna, amit a többiek is szerettek volna. Viszont az agapé az túllép ezen. Az azt mondja, hogy irgalmat gyakorlok.
az azt mondja, hogy túllépek az igazságosságon. Az Isten szemével gondolkozik, az Istennel, az Isten gondolkodásába áll benn, és úgy próbálja a másik javát megvalósítani. Az azt jelenti, hogy nem áll meg ennél az életnél, nem áll meg ennek az életnek a korlátainál, hanem túllépezen. Így a vértanúknál például. Ha az ember e világi szempontokat néz, akkor azt mondhatnám, hogy miért halljak meg egy ügyért. A vértanúkban tapintható, kézzel tapintható a Jóistennel való gondolkodásmód, a Jóisten felől való látásmód. Hiszen azt mondja a vértanú, hogy nekem nem csak ez az életem van, hanem én Istenben gondolkodom, nekem Istenben örök életem van. Ezért szeretném az Isten igazságát megmutatni ebben a világban. És hogyha azt mondja, hogy az életemet is odaadom, akkor az azt jelenti, hogy az Isten kapcsolatom az fontosabb, mint az életem. Ez azt jelenti, hogy az Isten kapcsolatom a szétfeszíti a világ kereteit. Az azt jelenti, hogy túllépek ezen a földi szereteten, és meg tudom élni az Isten kapcsolatot olyan módon ebben a világban, hogy az botrány annak az embernek, aki nem hisz Istenbe. És botrány, ha őszinték vagyunk, akkor például a vértanúság az egy botrány. A megbocsátás, amit az Úr Jézus tett, az egy botrány. Éppen nagypénteken ott van a keresztfán, és azt mondja, hogy azokat mentegeti, akik éppen megölik. Azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Az ellenség szeretet, az botrány. Az életnek az az fokú tisztelete, amelyet a kereszténység művel, az botrány ennek a világnak a szemébe. Az agapé szétfeszíti ennek a világnak a kereteit, és akkor érthető meg, hogyha én Isten szempontjából akarom nézni ezt a világot, az emberekkel való és az Istennel való kapcsolatomat. Ugye látunk például példát erre az agapéra az Ószövetségben is már, amikor a Kettő Makabeus könyvben a 7 testvér és az édesanyjuk kiállnak a törvény mellett, a mózesi törvény mellett. Látjuk azt is, amikor az új szövetségben, abban az értelemben az új szövetségben, hogy Krisztus eljövetele után látjuk azt, hogy hogyan képes az ember megvallani a hitét a vértanúkban. Az is nagyon szép, amikor például mindenki visszaemlékszik rá, amikor Gerazoli gólt lőtt, és az első pillanatban már mutatott fel, hogy az Istené a dicsőség. Pedig nyilván sokat tett érte, ott volt az edzéseken, óriás tehetség volt. De tudta azt, hogy milyen viszonya van a Jóistennel, és hogy hol kell ezt értékelni, ezt a teljesítményt. Ez is valahol az Isten szeretetre mutat, amikor ő azt mondja, hogy igen, a Jóisten volt igazából, a Jóisteni a dicsőség. A szeretetnek az alapvető ellentmondása az, látszólagos ellentmondása, hogy ahhoz, hogy én boldog legyek, ahhoz nem a saját boldogságomat kell keresnem, hanem ahhoz ki kell lépnem saját magamból, és túl kell lépnem saját magamon. És azt tudom mondani, hogy akkor számomra a Jóisten céljai az elsődlegesek, vagy a másik embernek a boldogsága a legfontosabb számomra, vagy fontos, nagyon fontos számomra, és ebben találom meg a boldogságomat. Akkor érek vissza magamhoz, ha ki tudok lépni magamból. És ha magamat keresem, akkor nem tudok kilépni magamból, és nem leszek boldog. Szerintem nagyon sokszor ezt tapasztaljuk ebben a világban, hogy ha őszinték vagyunk, akkor magunkban is, hogy sokszor nem sikerül kilépni a világnak, magunknak, és akkor saját magunkban ragadunk, a saját magunk boldogtalanságában ragadunk. De ha ezt megtesszük, ha megvan ez a kilépés, akkor valóban önmagunkra találunk, és valóban akkor igazi örömforrásá válhat. És ezt megtapasztaljuk, akkor utána lesz motivációnk arra, hogy újra és újra ezt megtegyük. Az egoizmus mellett az egyik másik kísértés az, amikor az ember feladja magát, a személyiségét, és azt gondolja, hogy ha feladja magát, akkor ez a valódi szeretet. De ez nem, ez az altruizmusnak a torzulása.
ez szintén egy torzulás, mert ebben az ember nem találja meg saját magát. Ebben az ember nem lesz otthon, nem talál Istenre. Az önelfogadás az alapja annak, hogy én a másik embert szeretni tudjam. Ezért az altruizmus sem egy valódi szeretet. És végül, ha megkérdezik, hogy mi a szeretetnek az alapja, akkor nagypéntekre kell visszamennünk. Azért tudunk szeretni, mert a Jóisten előbb szeretett minket. Azért tudunk szeretni, mert a Jóisten akar minket. A Jóisten a kereszten megmutatta azt, hogy ő végsőkig való agapét ígér számunkra. És ezért semmi sem drága. Amikor látjuk a feszületet, akkor ne a halál jusson eszünkbe, hanem az jusson eszünkbe, hogy az Úristen hűséges az ő szeretetében, és kitart mellettünk.